Az ország második legnagyobb épület makettje is megtalálható a Városháza vasárnap nyíló új látogatóközpontjában. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Ügyvezetője, a kiállítás kurátora mutatta be a Kecskemét híres város, várostörténet a középkortól napjainkig című kiállítást ma délelőtt. A központ Kecskemét város történetét mutatja be modern, interaktív módon, fényekkel, hangokkal és illatokkal gazdagítva. Ami például Egernek a vár, Keszélynek a kastély vagy Tihanynak az apátság, az Kecskemétnek a városháza legyen. A Lechner pártos féle szecessziós épület, amely valóban ikonikus. A benne lévő látogatóközpontban, illetve a múzeumpedagógiai foglalkoztató térben pedig az is egy fontos cél volt, hogy a város lakói meg tudják ismerni egy helyszínen, egy különleges atmoszférájú térbeli olvasókönyvként is értelmezhető kiállítás segítségével a város fordulatos múltját, ezáltal is a lokálpatriotizmust erősítve. A polgármester hangsúlyozta, a parlament után Magyarország második legemblematikusabb épülete született újjá Kecskeméten. Éppen ezért fontosnak tartották, hogy ne egy unalmas várostörténeti kiállítást, hanem egy egyszerre impulzív és informatív élményközpontot alakítsanak ki a megújult városházában. Nem csak egy egyszerű, nagyon egyszerű várostörténeti kiállításról beszélünk, hanem egy élményközpontról, ahol minden olyan, ami a városban színes, élvezhető, érdekes, nem csak hazai, hanem nemzetközi kitekintése is van, és nemzetközies jellegét is megmutatja a város kínálatának, azokat itt bemutatjuk, és csillagtóra-szerűen ezek az események a város különböző pontjain elérhetőek további személyes látogatás, túrázás alkalmával. A kiállítás 310 különböző témát dolgoz fel tömören, 3-4 mondatban. A vasárnap nyíló látogatóközponttal bővebben kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.